Kedves testvéreim, adventet ünneplő szent gyülekezet, advent harmadik vasárnapján gyülekeztünk egybe, hogy Isten nevét együtt magasztaljuk, várjuk az ő szent lelkét. Isten tiszteletünket ének szóval, énekléssel kezdjük, 153. dicséretünket énekeljük, így kezdődik dicséretünk, ó, mely boldog ember az, téged élő, igaz, egy Isten megismerhet. Dicséretünket fönnállva énekeljük.
Kedves testvéreim, a mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Istenünktől, Atyánktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy igaz Isten, és akinek a nevében az apostolok így köszöntötték a gyülekezeteket, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, adventet ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg Istenek igéjét, amint az szól hozzánk Péter apostol első levelének harmadik részéből, a 8. verstől a 12. versig terjedő ige szakaszból. Míg Istennek igéjét olvasom, a gyülekezet foglalja el helyét. Így szólt tehát hozzánk Istennek igéje Péter apostol első levelének harmadik részéből, a 8. verstől a 12. versig terjedő ige szakaszból. Végül pedig legyetek mindannyian egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek és alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hisz arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól és cselekedjék jót, keresse, kövesse a békességet. Mert az Úr szeme az igazakon van, füle az ő könyörgésükre figyel. Az Úr arca pedig a gonoszt cselekvők ellen fordul. Az Úr arca pedig a gonoszt cselekvők ellen fordul. Kedves testvéreim, hallottuk a mi Úrunk igéjét, gyertek, válaszoljuk rá, hajtsuk a fejünket. Imádkozzunk. Mindenható mennyei Atyán, köszönjük, hogy a te házadban lehetünk, és advent harmadik vasárnapján emlékezhetünk arra, hogy te világba, Krisztusban eljöttél, Urunk. Elhoztad a világosságot, amely megvilágosít minden embert. Krisztus Urunk, köszönjük, hogy megtestesültél. Köszönjük, hogy közénk jöttél, és várunk is téged. Igéd által légy valósággá gondolatainkban, életünkben. Mindenható mennyei Atyánk, kérünk téged, nyisd meg értelmünket, hogy értsük szabadat. Nyisd meg szívünket, hogy befogadhassuk a te igédet, és ott az lakozást vehessen, megújítsa életünket. És kérünk, Szentlélek Isten, légy közöttünk, hiszen azt ígérted, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a te nevedben, ott leszel. Téged várunk, arra készülünk, hogy itt légy mellettünk a padokban, és eljöjj velünk otthonainkba. Mindenható Isten, hozzád kiáltunk, kérünk, áld meg Isten tiszteletünket most és mint örökké. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva, hallgassuk meg gyermekeink ünnepi műsorát. Thank you.
Jesus,
a mindnyájunknak boldog, szép ünnepet. Durmezei Erzsébet karácsonyi kívánság. Ha én betlehemi pásztor gyerek lennék, karácsony estéjén a jászóhoz mennék. Ha lenne egy szelíd, szép, fehér báránykám, azt is oda vinném, azt is oda szánnám. Gyorsan letérdelnék, milyen jó is volna, angyalok éneke gyönyörűen szólna. Talán egy kis angyal kezemen is fogna, megtartó Úr Jézus rám is mosolyogna. De én nem lehetek, miért is nem lehetek betlehemi nyája törző pásztor gyerek? Magyar földön járok, el is múlt az régen, hogy az a csillag ragyogott az égen. Van most csillag elég, de úgy egy se ragyog, nem énekelnek már mennyei angyalok. Az Úr Jézus elébe elmegyek én mégis, 100 nap és 100 éjjel, ha mindig mennék is. 100 nap és 100 éjjel még nem is kell járnom, mert oda repít engem az én imádságom. Miért megyek elébe? Megköszönni neki, hogy sötét világra leszállott értem. Megmondani neki, életem, halálom, már én csak ezentúl mindig őt szolgálom. Megsimogat tudom, szerető szemével, megtelik a szívem, szívem melegével. Megtartó Úr Jézus édes mosolyával, karácsony estének nagy boldogságával. Mikor Szent Karácsony angyalai szállnak, öröm a vendége minden igaz háznak. Eltörpül ilyenkor a lárma az árnyék, megszépül a szívben minden igaz szándék, mert Szent Karácsony este Isten jár a földön, hogy templomává váljék minden szív és hajlék. Mikor a Szent Karácsony csillagfénye árad, temőren nyílik minden igaz háznak. S míg száll a szikra fenyőágon, szaporik a sok mag szerte a világon. A megszentelt földbe az Isten veteget, s mindent megszentelt mag szeretetett ellen. Semmit sem érnénk, te vagy a mi boldogságot, békességet csak te adsz mi nékünk. Földünk,
földi nehéz életünkért hitet ad cserébe, angyalai fehér szárnya vissza magas égbe. Ó, te édes ünnepünk, szelíd szép karácsony, úgy borulj ránk, hogy szívében minden ember ágyon. Nem volt bölcsője aranyból, gyémántból, egyszerű emberek rótták össze fából, és szent lett a jásztól. Nem álltak körülötte rangos urak, dámák, jámbor öreg barmok nyádosták a lábát, amikor meglátták. Nem volt körülötte pompa, dísz, fény, csengő, ezüstsárlang, kis pásztor fiúcskák Zsoltát énekeltek örömén a Pásznak. Ékes bíborpalás nem borul rá, és ő lett világnak örök igazsága, királya, királya. Mennyben lakó én, Istenem, könyörgök, légy mindig velem. A te nevet sóhajtozom, karácsonyért imádkozom. Zárd be szívem a rossz erőt, a jóra adj elég erőt. Áld meg karácsony ünnepét, küldj egy Jézus szeretetét. Tisztelő figyelmet. Köszönjük szépen Nagy Fekete Zsuzsanna tanárnőnek a kíséretet, Suta Andrásné, Veres Szilvia és Sándorné Kovács Enikő zeneiskolai tanárnő közreműködését a hangszerek játszásában. Köszönjük szépen. Köszönjük Lábainé Ura Irona itt tanoktatónak is a műsor szervezését és begyakorlását. Nem kis dolog a gyermekekre, gondolok most kiállni, és amit otthon valaki tud, megtanul, azt egy templomban a úrasztala mellett árva elmondani. Ez egy külön bátorságot igényel, és
felkészülést. Kedves testvéreim, Istennek igéjét Péter apostol első leveléből olvasom. Ez az ige a harmadik rész 10. és 11. versében van megírva. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot, forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet. Kedves testvéreim, biztosan ismerik, hallották ezt a római mondatot, civis pacem parabellum, ha békét akarsz, készülj a háborúra. Mi igazsága van az emberi világban ennek a mondatnak, a római császároktól kezdve mi magunk is a hidegháború idején megtapasztaltuk, a fegyverkezés idején, hogy bizony azért maradt meg a béke, mert mind a két oldal fejlesztette a legmodernebb atomfegyvereket, és mindenki félt, hogy az a bizonyos piros billentyű lenyomódik, és ha az egyik lenyomja, akkor lenyomja a másik is, és akkor vége a világnak. De mivel ettől féltek, mind a két fél, egyik sem merte fölvállalni, hogy elkezdjen egy ilyen pusztító, földet pusztító háborút, ezért mármennyire békének lehet nevezni azt az időszakot, béke volt. Mert aki szeretne örülni az életnek, a mai nap, a mai vasárnap van, amelyik ugye főleg a római katolikus testvéreknél a színeknek mindenütt van jelentése, de számukra az adventi koszorún is a mai napja az a rózsaszín gyertya, az öröm vasárnapja. És ezért gondoltam ezt az igerészt idehozni, hiszen következik is ez az igeszakasz sorban, van a bibliaolvasó kalózunk szerint holnapi igeszakaszunk. És hát ki ne szeretne örülni az életnek? Ki ne szeretne örömöt az életben? Az egyik azt mondja, békét akarsz, készülj a háborúra. Itt az ige azt mondja, ha pedig örülni szeretnél, akkor keresd és kövesd a békességet. Bot Péter református lelkész 200 évvel ezelőtt azt mondta, a harmadik Krisztusnak harmadik adventusa akkor vagyon, amikor valaki visszaadja a lelkét az Úrnak, és Krisztus eljön érte, megjelenik, eljön érte, hogy hazavigye, hogy a Bibliában olvassuk az atyai házba. Öröm, amelyet mindenki keres. Olyan sokan, ha megtehetnék, biztos vagyok benne, megtennék, hogy amiképpen lehet autópálya bérletet, matricát vásárolni, hogy vennénk örömbérletet. Megvennénk az örömbérletet, és akkor azt használnánk, azzal utaznánk át az élet sokféle dolgait. Sokan, akik olyan körülmények közé születtek, talán meg is próbálják. Számukra az élet az egy ilyen örömutazás. A tél elől elmennek, munkahelyük nincs, mert úgy örökölték, vagy olyan helyzetben vannak, ilyen-olyan családnak sarjai, akiknek nem kell munkát végezni, meg tudják tenni. És sokan a királyi családokat, az ilyen nagy és tehetős emberek családtagjait irigylik, hiszen kifacsarják az élet minden örömét. Van-e örömbérlet? Én úgy gondolom, hogy nincs. Mert, és itt a második gondolatra szeretnék áttérni, örülni magának az életnek lehet. És ez az adventnek az egyik mondani, üzenni valója. Örülj az életnek. Kedves testvéreim, zsebében ott lapul a mobiltelefon,
És biztos vagyok benne, hogy vannak olyan képek, amelyek hirtelen, amelyet megláttak valahol, és ezt le kell fényképezni, és elővették a telefont, és lefényképezték. És ezek a képek virágról, fákról, gyermekekről, hiszen az unokáról, vagy dédunokáról, kinek ne lenne képe, amikor olyan aranyosan alszik, vagy éppen tesz valamit, akkor gyorsan le lehet fényképezni. Kis állatok képe is ott lehet, kiskutya, kismacska, kisnyúl, én most valamelyik nap az interneten egy kisnyúlnak a fényképébe ütköztem, ráadásul adányban itt volt ez a nyúl kiállítás is. Biztos remek és sok és kedves képek születtek. És ilyenkor az ember azt gondolja, hogy egy virágot, egy babát fényképez, vagy egy fát, de nem, az életet fényképezi. Mert ami abban van, a virágban, a gyermekben, és most maradjuk a gyermeknél, az az élet. Az az élet szépsége. Az jelenik meg. És mi erről beszélünk, és ennek örvendünk adventben, hogy eljött az élet, és az élet szépsége körülvesz bennünket. Meglátjuk-e? Nem azok, akik örömbérlettel akarják átutazni az életet, nem azok tapasztalják meg az élet örömeit, hanem akiknek van szemük meglátni az életet a körülöttünk lévő világban. Mert ott van bennetek, ott van bennünk, ott van körülöttünk az élet. És ott van Krisztusban az élet, és aki Krisztust látja, megtalálta, az keresi és követi a békességet, és nem a háborúra készül, hanem Krisztussal való találkozásra, és akkor megtapasztalja az élet szépségét. Sokszor elgondolkodom azon, hogy az Édenkertben mi is történt, és gondolom mások is, akár kedves testvéreim is így vannak vele, mindenük megvolt. Amit akarhattak Ádámnak és Évának, megvolt. Mit akartak még? És a gonosz megmondta nekik, hogy egy dolgot még lehetne, hogy olyannak lenni, mint az Isten. És nem tudtak, és elfelejtettek azóta is az emberek örülni annak, amiük van, és mindig azt nézik, hogy mi az, ami hiányzik még. És ez volt a gonosznak a csábítása, hogy hát nagyon sok mindened van, vagy majdnem mindened megvan, de még van valami fogyatkozásod. És azóta az emberek világszemlélete nagyon sokszor így alakul. Azt látják meg, vagy annak amiatt szomorkodnak, ami nincs. És advent annak a időszak, amikor azt mondja, van, mindened megvan Krisztusban, Isten fiában mindened megvan, eljött, és benne és általa mindened megvan. Kedves testvéreim, talán itt egy újabb részt szeretnék kezdeni, közben magamnak kitűzött határidőt, időbeni határidőt is szeretném tartani. Lelkész kollégával, különösen egyel a kabai lelkész kollégával szoktunk beszélgetni, hogy milyen érdekes az, hogy manapság, amikor úgy tapasztaljuk, nem tudom, lehet, hogy a testvérek másképpen látják, de gondolom, hogy egyféle a tapasztalásunk, hogy a házasság intézményének egyre kevesebb értéke van, és egyre kevesebb gyerek születik, akkor vannak olyan csoportok, olyan a normalitás mellett elsuhanó csoportok, akik pedig pont azért harcolnak, hogy át lehessen őket férfiból nővé műtetni, meg fordítva, és lehessen nekik gyerekük. És ez a gondolat, hogyha nem akar nő lenni, hanem férfi szeretne lenni, és át akarja magát műtetni, akkor miért akar gyereket szülni? Nem önmagában ellentmondás. Nem akar nő lenni, férfi akar lenni, de mégis gyerek az kellene. Miért? Én készülve a mai alkalomra azt az igét olvasva azt tudom mondani, hogy mert az életet akarják, csak nem találják. Életet akarnak gondozni, életet akarnak maguk körül, mert az ember örök vágya be van ültetve a szívünkbe, minden ember szívébe, életet akar tovább adni. Ezek a szerencsétlenek is csak nem jó helyen és nem jó módon keresik. És nem azért szerencsétlenek, hanem azért, mert valami elcsúszott náluk, és most nem sajnálni akarom őket, csak jelezni azt, hogy valami elromlott, de ők is az életnek akarnak örülni.
És ez az ősi gyökér benne van minden ember szívben, életet adni, életet hordozni, életnek örülni. Ebben mégiscsak közös az, amit teszünk és cselekszünk. Egyházunk egyébként kiadott erről, egyházunk is aláírta a kiadott közleményét. Így tehát szeretném jelezni és mondani azt a részt, hogy az öröm a szívbéli öröm. Sok aranyi fiúból kormos ifjú lett. Sok aranyi fiúból megégett, kiégett ifjú lett, mert az életet nem látják és nem tapasztalják. Kedves testvéreim, advent harmadik vasárnapján, az öröm vasárnapján az életnek örüljünk, az életről gondolkodjunk, és az élet legyen az, amelynek megtanulunk örülni, és kövessük és keressük Krisztust, hiszen az élet öröm az ott van a Krisztus követésében. Keresse és kövesse a békességet. Forduljunk el, legyen ez az időszak az gonosztól való elfordulásnak időszaka, és legyen a Krisztus követésének időszaka. Isten áldja meg gyülekezetünk életét, áldja meg városunk és népünk életét, adja, hogy minél többen, minél több örömöt éljenek át és tapasztaljanak meg, és minél többen keressék és kövessék a békességet, minél többen lássák meg a csillagban, a betlehemi csillagban, hogy Istenhez, Krisztushoz, az élethez, a gyermekhez vezeti őket. Legyen Isten áldása mindannyiunkon, most is mindörökké. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, az élet titka mindannyiunkat arra késztet, hogy keressük azt. Keressük, hogy mi egyesek életének a titka, mi az élet titok, és mi mindenki maga életének célja és értelme. És bizony akkor vagyunk megelégedettek, ha örömöt találunk meg az életben. A megelégedett ember az örömöt találó, az öröm forrását megtaláló ember. Adventben, az eljövetelre várva, de eljöveteledre várva is örömöt keres az ember. Koncerteken, vásárokban, meleg tea forralt bor mellett, vagy egy kis édesség mellett, egy teasütemény mellett beszélgetve, gőzölgő kávé mellett, piciny apró beszélgetések, találkozások, mind-mind ott vannak ebben az adventi örömben, ott lehetnek ebben az adventi örömben. Az évnek egyedül álló időszaka, és ilyenkor talán még a legkeményebb, legharagosabb szíveket is meglágyítja az örömnek, az ünnepnek lehetősége. Úrunk Istenünk, add, hogy ebben az időszakban kezdj el minden ember keresni a békességet, hogy ebben az időszakban mindenki tegye félre az ő életében mindazt, ami a haraghoz, a bosszúsághoz tartozik. Nem könnyű, Urunk, hogy azt lássuk meg, mi minden vesz körül bennünket, amit Te ajándékképpen adtál. Add, hogy megtanuljuk ebben az időszakban látni a minket körülvevő életnek szépségét. Tudjuk persze, hogy nem csak szépség vesz körül bennünket, hanem bizony nagyon sok rossz dolog. De add, hogy megnyíljon a szemünk a szépnek látására, hogy az emberek végre megismerjék mind azt, amit Te ajándékképpen fiadban adni akarsz. Add, hogy egyre többen gondolják, hogy Téged keresnek, hogy fiadat, a mi Urunkat, a békességnek és öröm
Istenét keresik. Hallgass meg kiáltásunkat, légy mindannyiunkkal, minden család életével ebben az adventben. Kérjük, hogy Szent Lelked és igéd által áld meg életünket, szenteld meg szívünket. Légy azokkal, akik betegségben vannak, Urunk. Kérünk, légy azokkal, akik otthon, vagy éppen kórházban keresik a gyógyulást, szenvednek, mert életükben eljött a nehéz, a kísértő pillanat. Vigasztald őket, erősítsd őket, segítsd őket. És kérünk, vigasztald azokat, akik koporsó mellett állanak és állottak meg, attól, hogy legyen a szívükben ott a feltámadás reménysége, a tőle jövő vigasztalódás. Kérünk, légy gyülekezetünk megtartó pásztora, légy városunk megőrzője, kérünk, légy családjaink fölött őrként, e mai és az előttünk álló időszakban is. Üzd el a járványt, és attól, hogy végre visszatérhessünk megszokott életritmusunkhoz. Légy intézményeinkkel, légy gyülekezetünkkel most és mind örökkön örökké. Amen. Mondjuk el együtt és fennhangon, ami Urunktól tanult imádságunkat eképpen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fikező pedig ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Amen. Kedves testvéreim, gyülekezet életünk történéseit, híreit hallgassátok meg. Ez történt az mögöttünk hagyott héten. Mindenek előtt a gyászolók iránti részvéttel jelentem, hogy az elmúlt héten, december 9-én, csütörtökön délelőtt 11 órakor kísértük utolsó útjára Fórián Imre 93 éves testvérünket. Hazatért testvérünknek az Úr adjon csöndes pihenést, gyászoló szeretteinek pedig vigasztalódást. Emlékharangunk is szólt az elmúlt héten, december 9-én, csütörtökön Olá József emlékére halála első éves évfordulója alkalmából szólt emlékharangunk. Ma fél 11 órakor Fórián Imre emlékére fog szólni emlékharangunk, és ugyancsak ma délután 14 órakor, délután 2 órakor Pete Sándorné emlékére halála 5. évfordulója alkalmából fog szólani emlékharangunk. Szeretettel jelentem, jelzem, hirdetem, és egyben kérem is a kedves testvéreket, hogy akik készülnek a szeretett szolgált által indított adománygyűjtő akcióban részt venni, azok még a héten, az akció 15-ig tart, tehát a hét elején el kell juttassuk a csomagokat, tehát úgy készüljenek a kedves testvérek, hogy hétfőn, de legkésőbb kedden véget ér a gyűjtő akció. Hirdetem azt is, hogy érkezik legátusunk, ünnepi követünk karácsonyra, Debreceni Ákos, 5. éves teológus hallgató a tanulmányaira adományokat lelki szivatalba lehet eljuttatni, ott gyűjtjük, várjuk. Két dolgot szeretnék még hirdetni a kedves testvéreknek, egy ma délutáni alkalmat. Ma délután 4 órakor Gyányi István és a Trio Konzort vonós trió előadása lesz templomunkban, legyen ünnep címmel fognak adventi koncertet adni. Szerettel hívjuk és várjuk kedves testvéreinket, hangolódjanak az ének dallamaival az ünnepre. És egy másik alkalmat is hirdetek már az egy hétre, advent 4. vasárnapján az Áfész Énekkari Egyesület rövid karácsonyi műsora fogja színesíteni Isten tiszteletünket. Ők az Isten tisztelet végén fognak közöttünk szolgálni énekkel, zenével. Fogadjuk szeretettel őket. Kedves testvéreim, van még és rendelkezésre áll bibliaolvasó kalauz a lelkész hivatalban, aki még nem vette át, kérem, hogy
jöjjön be érte és vegye át a Biblia olvasó kalauzokat. Isten legyen gyülekezetünk megőrző, megtartó pásztora. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk végén 312. dicséretünknek két utolsó versét énekeljük, 3. és 4. verset. Az Úr elé, ha tárod a szív alázatát, kezdődik így 3. verse dicséretünknek. Ezt énekeljük.